igazán dramaturgiai Kaposvárot voltam. 1981 végétől 92 elejéig. Tehát olyan jó 10 évet voltam ott. És egyedül voltam akkor dramaturg, mert amikor oda kerültem, akkor az Őrsi István még ott volt, de kirúgatta a pártunk és kormányunk, mert ellenálló volt. Előttem volt ott a Molnár Gál Péter egy kicsit, de ő meg ottan kicsit hisztériázott valamin, és az igazgató rúgta ki. Úgyhogy ott maradtam egyedül dramaturgnak. És hát nagyon jó rendezők voltak ott. Ugye Babarczi, Aser, Ács, Kotár, Gazdag. Ez egy jó gáta volt. És mindenkivel én működtem együtt. Hát ez úgy folyt, ugye a dramaturgnak az a dolga végül is, hogy jön a rendező, hozza a darabot. Ha külföldi szerző műve, akkor persze én előkerítem az eredeti nyelven a szöveget, és akkor leülünk, és akkor néhány napig vagy egy hétig ottam vacakulunk a szöveggel. A fordítás, akkor nyilván a dramaturg átírja. Szóval nem árt az idegen nyelveket tudni valamennyire, hogy az ember az eredetit elolvassa, és akkor kiderül, hogy a fordító linkek voltak, tehetségtelen, nem tudnak magyarul. De az ő nevükön megy természetesen az átírt szöveg is. Egy olyan eset volt, amikor annyira át kellett írni a szöveget, hogy végül is én lettem a fordítója, ez a Cseresznyéskert, Csehó Cseresznyéskert, mert kiderült, hogy a Tóth Árpádból egyszer egy szó nem igaz. Szóval ő németből dolgozott, persze, Csehó meg nem németül írta a darabját. De nem ez volt a baj, mert a Kosztolány is németből fordította a három nővért, és az zseniális. Nem értette Csehó volt a Tóth Árpád. Azt hitte, hogy ugyanolyan tüdőbajos volt, mint ő, és ugyanolyan melankolikus, mint ő, és az egészet egy ilyen lírai ömlenyre fordította. Már bocsánat, tudom, hogy te imádod a Tóth Árpád. Jó, de nem. Hát nem mind dráma. Nem mind dráma. Na most, a Kosztolányi meg tökéletesen értette a Csehó. Szóval fantasztikus hangulat. Na most egy csomó minden ugye ilyenkor kiderül, hogy a németek hogy fordították félre az oroszt, úgy lehet látni, és azt aztán hogy fordítja félre Tóth Árpád. És úgyhogy minden mondat úgy lehet, kivéve a szerzői utasításokat, azt hagytuk. Úgyhogy most is olyan kézirat van forgalomban, amikor véletlenül az én fordításomat játsszák, hogy a szerzői utasítás, az Tóth Árpád, az mindegy, az úgyse hangzik el, és aztán a szöveg meg az enyém, mert De hát, hogyha német, vagy angol, vagy más darab, hát világos, azt is át kell nézni. Shakespeare-t különösen át kell nézni, mert ott a semmi nem szokott stimmelni. Ha meg magyar szerző, hát akkor ugye ottan, hogy mit húzzunk ki belőle. Általában nyilván, hogy egy csomagot ki kell húzni. Szóval minden hosszabb, mint ami a mai színházban megfelelő. És azaz egy kicsit érzékenyebb beavatkozás. És hát akkor 10 éven keresztül minden darabnak én voltam a dramaturgia, és hát ugye általában 6 nagy színházi bemutató volt évente, és 3-4 stúdió. Néhányszor nem én voltam a dramaturg, mert néhányszor nem kellett dramaturg. Például, amikor a Mohácsi megcsinálta Kaposvárot az első Bánkbán rendezését, az volt az első rendezése egyáltalán. Ugye ő segédszínésznek volt oda szerződtetve, tehát volt neki már egy ilyen saját amatőr társulata, és nagyon elő akart adni a Bánkbánt, és a Babarczi megengedte. Szenzációs előadás volt egyébként, az volt az egyetlen jó Bánkbán előadás, amit én láttam életemben. Ahhoz neki nem kellett dramaturg, mert azt ő húzta, ő szerkesztette át a szöveget, tehát ott ezt az írói munkát elvégezte. Aztán a Babarczi nem engedte például, hogy amikor a Kornisnak volt egy darabja a Kaposvárot, hogy én legyek a dramaturgja, mert feltételezte, hogy ugyanaz van az írók között, mint a rendezők, az a filmrendezők között, hogy gyűlölik egymást, és hogy ott tesznek be egymásnak, ahol lehet. Én ugye mondtam neki, hogy velem nem ez a helyzet, nem hitte el, úgyhogy abból kihagytak. És még egy előadásból kihagytak, amikor a Babarczi adaptált a színpadra Bulgakovnak a Mester és Margaritáját, és azt mondta, hogy mindenkinek megmutatom, csak neked nem, mondta a szöveget. Jó, akkor nem mutatom. Nehogy már rossz tanácsokat adjak, hogy rosszabb író legyen, mint én. Szóval mondjuk ez körülbelül így működik. A rendezők szeretnek írói szerepben tetszeni, nem tudom, hogy ez itt megfigyelhető.